egy héttel ezelőtt Michael Smith 6-0-ra győzte Lekomitot, 104,8-es átlagot ért el az első körben. Utána a második körben viszont kikapott Mothers-től 6-4-re. Heta pedig, mint már említettük, Gervin Price kapcsán kikapott Price-től 6-5-re. Igen, az utolsó meccsüket egyébként a World Cup of Darts-on játszották, ugye az elődöntőbe, ahol 4-3 arányban nyert Damon Heta. Nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy utána be is, meg is tudták nyerni az ausztrálok a tornát. Ugye Simon Whitlockkal az oldalán. Na most már tényleg ebben nincs, aki megmondaná, hogy holnap 8 nyert legig, vagy 6 nyert legig tartanak, mert a Wikipédián még mindig 8 nyert legig tartó mérkőzések vannak. Majd az eredmények oldalán viszont 6 nyert legig tartó mérkőzések. Ja, nézem, hogy kaptunk-e már e-mailt. Ó, milyen jó kezdés. Az is 140, de így is jó kezdés. De és kipatta! Tripla húszból kijött a harmadik. Ez a második kipattanónyi. Vagy harmadik? Lehet, hogy a harmadik. Nem tudom. Most már ezt nem követtem. Hát a nagyon... 180! Igen, csak bekezdenek. 140 után dob egy 180 a Demo Heta. Jön rá egy 60. Azért egy tripla itt is jött. Ne felejtsük el, hogy... Oj, de szép! Ne felejtsük el, hogy Damon Heta karrierje azért... Damon Heta karrierje azért innen a World Series sorozatokban láttuk és ismertük meg először. Ugye... Ahol... idézőesen újoncként ugye tornát tudott nyerni. Ó, nagyon jól dob. Rettentően földobozik. Igen. Újabb százas. Száznegyven. Fölötte. Egyébként 123,71-es átlagon van jelen pillanatban Damon Heta. Ezzel a 60-nal jött le 114-re. Kezdi összeszedni magát, gyönyörű 180! Nagyon magas színvonalú meccs ez eddig. És itt az egyenlítés lehetőség, meg is van. Nem rossz mérkőzés. Egy 11 nyilas, majd egy 13 nyilas, igen. Jött itt egy kérdés, azt mondja egy keresztes Józsi, az efféle versenyeket miért nem az aktuális világranglista szerint vannak a kiemelések, vagy ezt kik hogyan döntik el? Hát mivel hogy már volt World Series verseny, és annak is van egy idézőjeles ranglistája, ugye, és Dimitri Vandenberg ugye vezette azt a ranglistát, ezért a kiemelés, vagy vezeti, ezért ő az, aki ezt most az egyes számú kiemelt. De egyébként ami az érdekesség, hogy Dimitri Vandenberg itt sem lenne, hogyha Peter Wright-nak nem lett volna az etapon. Azért van itt, mert hogy ő a Peter Wright, az, mikor az egészet kiemelték, akkor még ő volt az első. Hopp, ez
elégedetlenség jeleit mutatja Smith arcán, nem csoda. De itt nem lenne, de ott lett volna. Mivel hogy oda meg volt hívva a Nordic and Baltic-ra, meg a, ott még Peter Wright is volt. Száz. Kilencvenes. Hát ha előbb lehet kiszállóni így. Kilencvenhat. Ezzel sem elégedett Smith érthető módon. Hogy 100 fölött ragad. És a Bull. Oho. 62 a dobás, nem jött. 25 a maradék. 131-je kellene megbirkóznia. Nem lesz belőle sajnos 131. 94. És ezt illene Hetának megcsinálni. Dupla 8, meg is van. 2-1-re az ausztrál vezet. ...134-es kezdés. Száz. Tripla, egy de szép 180! De annyira érezhető volt, hogy most meg lesz. A 180? Picit átcsúszik az ötösbe, az meg az egyesbe. Ezt hívják úgy, hogy parasz bingo. Na, lehetett volna 180. Na, jó lehet, még egy tripla kell is kiszálló nincs, 98. És meg. 91 volt a dobás. ...96-111-re megy le, 18. Oh, megvan, 13 nyíl megint. 11-13, 17-13. ...96-os kezdés. Nem akarom elkeseríteni a Démon Hertha szurkolókat. De most olyan, mintha egy kicsit visszaesett volna a játék a kezdéshez képest. Nem bírja tartani a tempót, meg kéne újulnia. Annak ellenére mondom ezt, hogy 100,58-as átlagon van. De most kevesebb a tripla, ez most jó. 140, de jobb, előtt kellett volna mondanom. Mondjuk magasra is tette a lécet, mert nagyon jó kezdés produkált Hertha. 140. A kis hableányból volt az a, nem tudom, hogy hívják, na, ebbe segítsen ki valaki, akire hasonlította őt, közönség fütyülés miatt. 58. A gonosz. A vízbe. Hogy hívják, nem tudom. Sajnos a hableány. Tudom. Nem? De annak a... épít az ideje este, meg van a pró... magyarországi történetét ismerem csak. 60. De a itt. 60 a fenét. 57. 57. Itt az ideje esti programod, akkor meg is lehet, meg kell nézni a kis abrát. Dupla 14, nem jön. Jött, de szép lett volna 121. Az eddig jó, kell még egy. Áj, de kár érte, 74 pontja van, tripla 14 vagy tripla 18.
bedobja, marad a 32. Gyönyörű volt a kerekítés, csak hát nem biztos, hogy lesz rá lehetőség dobni. Így igen! Ezt elrontotta rendesen. Dupla 16-ra Heta 3-2-ért. Dupla 8, vándorol. Bedobja! Rafi bedobta. Most nagyon pörgetik megint. Jó hangulata is van a meccsnek. És nem ülnek, mint a sült halak a nézők. Ursula! Közben kisegítettek. Köszönöm szépen. Na! 180! De nem hagyja annyiban a dolgot, Heta. 180! Te jó kis meccs lett belőle. Szállodsz. 86-ra megy le. Nézzük Démon Hetát. Ellenében még egy... És a Bull. Bedobja a 86-ot Bulla. 12 nyilas leg. És előről dobta, tehát ez csak 9 nyilassal lehetett volna megoldani. Százas. Nagyon kellenének a triplák Hetának. Százas. 180-171 már kiszállót érhet. Század dob Smith is. Levált 19-esen, se jön a tripla eddig, egy jön a végén, 96, nem kiszálló még. Előbb lehet Smith kiszállón, hátsó pályán főleg így. 180! Azért röpteti a nyilakat rendesen a tripla 20-ba. 106,82-es átlagon jelen pillanatban Michael Smith, és 99-es átlagon Damon Heta. 133-mal most már ő is kerek százas átlagon. Eddig legmagasabb színvonalú meccs. 3-4, nincs meg. És még el is bukhatja így simán a leget. Így van. 54-et kell megoldania hozzá. Ez megvan, két nyila van a dupla 20-ra. Bedobja. 4-3-ra Heta vezet. Izgalmas, jó meccset játszanak, igen. Még mindig 106-os átlag fölött Michael Smith. És hátrányban van. Lent jön a tripla, 19, 2 és 134. Megijön egy 140-es kör Smith-től. Tudja visszadobni Heta, de azért triplája volt. Megjön egy 140. Igen, harmadik. De jó játék.
Egyébként a 7. 140 pluszos dobása volt a mérkőzésen Smithnek. Száz. Egyel kerekített. Most egy 167 azért nagy fricska lenne. Ebből nem lesz 167. Na és 9. Dupla 20-szal. Ő mindig a dupla 20. Hoppá. Nincsen meg. Itt még meleg lehet a pinten, mert ha 180-at megdobja a heta, utána ő kezd. Meg is van a tripla 19. Ez majdnem, hogy egy előrehozott meccsnyílnek is beillett. Tripla 10. 4-4. Óriási lehetőség volt hát a kezében. És a teljesen kiegyenlített a meccs továbbra is. Nem jön tripla viszont, 58, álmos könyvek szerint ez nem jelent jót 4-4-nél. De viszont legyen Smithnél, 93. Nagyon jó első nyíl. 140. Azért Démon Hete is meghatározó alakja lett a PDC-nek, nem? Igaz? Jól játszik. És igen, folytatja is ezt a jó játékát. 180! Mindkettő 91-el kerekített, nagyon szép volt. 134-el 74-re, de 32-re 3 nyíl. Oh. De kellemetlen helyen van az a kettő, ott egészen különleges szögből kell dobni, és nem is nem tudja bedobni. Itt a lehetőség arra, hogy azonnal brékelj. Kezdhet majd a győzelemért. Egy nyíl a dupla úszra. Nem dobja be. Dobja be. Megúszta Heta. Dupla 8. Megoldja. És most bánhatja igazából az előző legben eldobott duplára, eldobott nyilát, ami nem talált célt, mert ez így folyt volna ez a leg, akkor meg is nyeri a meccset azzal. Ó, 43. És nagyon érik egy döntőleg. 8. 180 a meccsen. 8. És ha valóban döntőleg lesz, azt viszont majd Heta kezdi. Igen, 130, ez is nagyon szép, 91 marad. Dupla 20. Le is zárja ezzel Smith. 5-5. Na most.
Erre mondják, hogy tiszta apja. Michael Smith fia. Jó váltásra 19-esből a tripla 2 és 130. Egyszerűen kezdhet a... Azt a... 139. Hú, micsoda leg lesz. Szenzációs meccs. Nagyon kellene az a tripla, és nincs most Hetának. Na, a Dedi. 180! Dedi jól játszik. Lehetett volna az a harmadik nyílt tripla 19, de nem vagyok telhetetlen. Ebből nem lesz kiszálló, előbb lesz kiszálló, így már közben. Most nagy bajba ez a két tripla mentes kör. Százas teta. Most már nincs vese, most kellene egy 180-at dobni, és aztán reménykedni abba, hogy Smith nem tud 82-ről kiszállni. 180 már nem lesz. 140 sem lesz. 100 lesz. Nagyon magasan fönt. És itt most lezárhatja a meccset Smith. Még egy meccs nyíl. Bedobja! 12 kilas leggel. Micsoda meccset játszottak. Gyönyörű átlagot ért el. Nagyon jó kezdte a meccset, Heta. Volt egy nagyon fontos nyíla, amit elrontott duplára. Jó, de azért egy 11 és egy 12 nyilas leggel befejezni. 13, 13, 12, 17, 11, 12. Ez volt a legeinek a nyílszáma Michael Smithnek. Na hát, jön egy másik szenzációs mérkőzés szerintem. Vidlok és Van Gerven összecsapása. És ezzel még mindig csak a hetedik meccshez érkezünk, utána lesz még egy, de egyelőre tartsunk egy kis szünetet.